Sziasztok! Bobra Móna vagyok, és ez itt, amit hallani fogsz ebben a hangos könyvben, a kincsek kincse, hiszen ez az igazi útmutató a legboldogabb élet felé. Megmutatja neked, hogyan teremts olyan életet, amilyet csak szeretnél. Egyszerűen csak legyél nyitott mindarra, amit hallani fogsz. Ha alkalmazod a hallottakat, garantálom neked, hogy megváltozik az életed. Ez a hangos könyv és ez a tanítás azért is egyedi, mert nincs magyarul kiadva, és mert erről nem beszélnek az emberek. Ezért is akarom, hogy mind halljatok róla. Idézetek lesznek a Bibliából, hogy megértsd, mit is akar azt tanítani valójában, mivel az csak egy útmutató a tudatalattidhoz, a saját belső erődhöz, ahhoz, aki te vagy. Csak sajnos az emberek nagyon félreértelmezték a Bibliát, de valójában minden tőled függ, és senki sem irányít téged. Senkitől és semmitől nem kell tartanod, se félned. Senki és semmi nem ítélkezik fölötted. Azzá válhatsz, amivé csak szeretnél. És hogy hogyan? Erről fognak szólni ezek a tanítások és ez a YouTube csatorna. Úgyhogy, ha változtatni szeretnél az életeden, iratkozz fel a csatornára. Rengeteg videót fogok feltölteni ebben a témában. Az érzés a titok. Never gathered. Tartalom. Előszó. Első fejezet. A törvény és működése. Második fejezet. Alvás. Harmadik fejezet. Imádkozás. Negyedik fejezet, az érzés. Előszó. Ez a könyv vágyad megvalósításának művészetével foglalkozik. Bemutatja a látható világ megteremtésében alkalmazott mechanizmust. Ez egy rövidített, tartalmas könyv, amely igazi kincset rejt magában. Megmutatja az utat az álmaid beteljesítéséhez. Ez a könyv sokkal terjedelmesebb lenne, ha a meggyőzés érdekében részletes példákat és indokolt bizonyítékokat is tartalmazna. Ám ez nem igazán lehetséges, mivel az előítéleteknek hála valószínűleg azt mondanák, hogy a szerző egy csaló, aki megtéveszti az olvasókat, és ezért a bizonyítékai is hamisak. Következésképp kihagytam a bizonyítékul szolgáló összes beszámolót, inkább kihívom a nyitott gondolkodású olvasót, hogy gyakorolja a tudatosság törvényét, ahogy azt a könyvben feltárom. A személyességgel sokkal meggyőzőbb lesz bármelyik könyvnél, ami a témában íródott. Neville. Első fejezet. A törvény és működése. A világ és minden, ami benne található, az ember tudatosságának tárgyasulása. A tudatosság az előidézője és a lényege az egész világnak. Tehát a tudatossághoz kell fordulnunk, ha felszeretnénk fedezni a teremtés titkát. A tudatosság törvényének ismerete és ezen törvény működtetésének módja lehetővé teszi, hogy megvalósítsd minden vágyadat az életben. A törvény megfelelő ismeretével felfegyverkezve megteremtheted és fenntarthatod a számodra tökéletes világot. A tudatosság az egyetlen valóság, nem képletesen, hanem ténylegesen. Ez a valóság egy olyan folyóhoz hasonlítható, amely két részre oszlik, a tudatra és a tudatalattira. A tudatosság törvényének bölcs működtetéséhez meg kell értenünk a tudat és a tudatalatti kapcsolatát. A tudat személyes és szelektív. A tudatalatti pedig személytelen és nem szelektív. A tudat az okozatok és eredmények birodalma, míg a tudatalatti a kiváltó okoké. Ez a két aspektus a tudatosság női és férfi része. A tudat a férfi, a tudatalatti pedig a nő. A tudatos elme gondolatokat, elképzeléseket hoz létre, amelyeket aztán belevés a tudatalattiba. A tudatalatti végül formát ad neki és kifejezi őket. Egy törvény által először megfogalmazunk egy gondolatot, amit aztán elültetünk a tudatalattiba. Minden a tudatosságból fejlődik ki, és ezen sorrendiség nélkül semmi sem létezne, ami létezik. A tudat lenyomatot hagy a tudatalattiba, és a tudatalatti kifejezi mindazt, amit beleültettek. A tudatalatti nem hoz létre gondolatokat, hanem igaznak fogadja el a tudatos elme által igaznak érzetteket, és automatikusan tárgyasítja azokat. Ezért az ember a képzelő ereje, az érzései és azáltal, hogy szabadon megválaszthatja, mely gondolatokkal foglalkozik, hatalommal rendelkezik a teremtés fölött. A tudatalatti irányítása a gondolatok és az érzések irányításán keresztül valósul meg. A teremtés mechanizmusa a tudatalatti legmélyében, azaz a teremtés női aspektusában, vagyis a méhében rejlik. A tudatalatti felülmúlja az értelmet és mentes a következtetésektől. Egy érzést fennálló tényként kezel, és az adott előfeltételezést követve afelé halad, hogy kifejeződésre juttassa.
A teremtő folyamat egy gondolattal kezdődik, irányát az érzés adja, és cselekvési akarattal fejeződik be. A gondolatok az érzéseken keresztül vésődnek a tudatalattiba. Egyetlen gondolat sem ültethető át érzés nélkül a tudatalattiba, ám ha a gondolatot valamilyen érzés, legyen jó, rossz vagy semleges, kíséri, ki kell fejeződnie. Az érzés az egyetlen közvetítő közeg, amelyen keresztül elképzeléseket juttatunk a tudatalattiba. Ezért az az ember, aki nem irányítja az érzéseit, könnyedén nem kívánatos állapotokkal töltheti meg a tudatalattiját. Az érzés irányítása alatt nem annak korlátozását vagy elfolytását értem, hanem az egyén önfegyelmét. Csak is olyasmit képzelj el, és olyan érzelmekkel foglalkozz, amelyek hozzájárulnak a boldogságodhoz. A teljes és boldog élethez az érzéseid irányítása a legfontosabb. Sose tarts fenn nem kívánatos érzéseket, és együttérzésből se gondolj rosszra semmilyen formában. Ne lovagolj a saját vagy mások tökéletlenségén, mert ha így teszel, azzal bevésed ezeket a korlátokat a tudatalattidba. Amit nem akarsz, hogy megtörténjen veled, azt ne érezd át, hogy megtörtént. Ez a teljes és boldog élet törvénye. Minden más csak hozzáfűzött magyarázat. Minden érzés lenyomatot hagy a tudatalattiban, és amíg egy ellentétes természetű erősebb érzés nem semlegesíti azokat, ki kell fejeződniük. Két érzés közül az uralkodó érzés fog kifejeződni. Az egészséges vagyok kijelentés erősebb érzésre jár, mint az egészséges leszek. A leszek érzése annak beismerése, hogy nem vagyok a kívánt állapotban. A vagyok erősebb, mint a nem vagyok. Aminek érzed magad, mindig uralkodik a fölött, ami lenni szeretnél. Ezért a megvalósulás érdekében vágyadat már meglévő állapotnak kell érezni, nem pedig olyannak, ami még nincs. Az érzés megelőzi a manifestációt, és az érzés az alap, amelyen minden manifestáció nyugszik. Ügyelj a hangulatodra és az érzéseidre, mert az érzéseid és a látható világ között töretlen kapcsolat áll fenn. A tested egy érzelmi szűrő, és a jellemző érzelmek félreérthetetlen jeleit magán viseli. Az összes betegséget érzelmi zavarok, különösen az elfojtott érzelmek okozzák. Ha rosszul érezzük magunkat, anélkül, hogy annak hangot adnánk, vagy kifejeznénk ezt az érzést, a betegség kezdetét veszi a testben és a környezetben egyaránt. Ne tápláld a megbánás vagy a kudarc érzését a betegséget tárgyasult eredménye miatt elkeseredésedben. Csak arról az állapotról gondolkozz átérzéssel, amit meg akarsz valósítani. Az összes látszólagos csodamódja a vágyott állapot valóságosságának átérzése, és ezen meggyőződés mentén való cselekvés. A kifejeződésben végbe menő változásokat az érzés megváltoztatása okozza. Az érzés megváltoztatása a sors megváltoztatása. Minden teremtés a tudatalatti tartományában történik. Amit tehát el kell sajátítanod, az a tudatalatti működésének körültekintő irányítása, vagyis a gondolataid és az érzéseid kormányzása. A véletlen nem felelős azokért a dolgokért, amelyek veled történnek, és az eleve elrendelt sorsnak nincs köze a szerencsédhez vagy a bal szerencsédhez. A tudatalatti benyomások határozzák meg a világot körülményeit. A tudatalatti személytelen és nem szelektál. A tudatalatti nem törődik azzal, hogy az érzéseid igazak-e vagy hamisak. Mindig elfogadja azt, amit igaznak tartasz. Az érzés az igaznak tartott dolgok jóváhagyása a tudatalatti által. A tudatalatti ezen tulajdonsága miatt semmi sem lehetetlen az ember számára. Bármit gondoljon vagy érezzen igaznak az ember, azt a tudatalatti képes megjeleníteni, és muszáj is neki. Az érzéseid adják a világod mintázatát, és az érzéseid megváltoztatása a mintázat megváltoztatása. A tudatalatti sosem mulasztja el kifejezni azt, ami belevésődik. Abban a pillanatban, hogy egy benyomás éri, elkezdi kidolgozni a kifejezésének módjait. Valós tényként fogadja el a benne lenyomatot hagyó érzést, a te érzésedet, és azonnal hozzáfog, hogy létrehozza a külső, tárgyasult világban az érzés pontos képmását. A tudatalatti sosem változtatja meg az ember meggyőződéseit. A legapróbb részletekig megjeleníti azokat, függetlenül attól, hogy hasznosak-e vagy sem. Ahhoz, hogy a vágyott állapot lenyomatot hagyjon a tudatalattidba, elő kell feltételezned az érzést, hogy már teljesült a vágyad, és megvan, amit akarsz.
A célod meghatározásakor csak is magával a céllal kell foglalkoznod. Ne rágódj a kifejeződés hogyannyán, vagy az esetleges felmerülő nehézségeken. Gondolj átérzéssel bármely állapotra, és azt elülteted a tudatalattidba. Ezért, ha nehézségekkel és akadályokkal küzdesz, a tudatalattid nem szelektív természete miatt kérésedként fogadja el a nehézségek és az akadályok érzését, és azon lesz, hogy megteremtse őket a külvilágban. A tudatalatti a teremtés méhe. Az ember érzésén keresztül kerül belé az elképzelés. Sosem változtatja meg a gondolatot, de mindig formát ad neki, vagyis a kísérő érzés hasonlatosságára vetíti ki. Ha egy állapotot reménytelennek vagy lehetetlennek érzünk, akkor a tudatalattinkba a kudarc gondolata hagy lenyomatot. Noha a tudatalatti hűségesen szolgálja az embert, nem szabad arra következtetni, hogy a kettő közt a kapcsolat olyan, mint amilyennek régen tartották az úr és a szolga közti viszonyt. Az ősi proféták az ember szolgájának nevezték a tudatalattit. Szent Pál nőnek ábrázolta, és azt mondta: az asszonynak mindenben engedelmeskednie kell a férjének. A tudatalatti szolgálja az embert, és megfelelő formát ad az érzéseinek. A tudatalatti azonban határozottan elutasítja a kényszert, és inkább a meggyőzésre reagál, mint a parancsra. Következésképpen inkább hasonlít egy szerető feleségre, mint egy szolgára. A férj a feje a feleségnek. Talán nem igaz a férfi és női földi kapcsolatára, de igaz a tudatra és a tudatalattira, vagyis a tudatosság férfi és női aspektusaira. Nagy titok ez. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, és ketten egy testé lesznek. Pál, amikor ezeket a szavakat írta, a nagy titok alatt a tudatosság titkát értette. A tudatosság valóban egy és osztatlan, de a teremtés érdekében kettősségben jelenik meg. A tudatos, objektív, vagyis a férfi aspektus valóban a fej, és uralja a tudatalatti, szubjektív, azaz a női aspektust. Ez az irányítás azonban nem a zsarnokságé, hanem a szereteté. Tehát azzal, hogyha előfeltételezed az érzést, hogy már birtoklod a vágyat tárgyát, elindítod a tudatalattidat, hogy létrehozza az előfeltételezésed pontos mását. A vágyaid addig nincsenek tudatalatt elfogadva, amíg elő nem feltételezed valószerűségük érzetét, mert egy gondolat kizárólag az érzésen keresztül válik tudatalatt elfogadottá, és csakis a tudatalatti elfogadása által juthat kifejeződésre. Könnyebb az érzéseidet az eseményektől függővé tenni, mint beismerni, hogy a világban megjelenő körülmények tükrözik az érzéseidet, viszont mindig igaz, hogy a külső tükrözi a belsőt. Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van, és ami fent van, ugyanaz, mint ami lent van. Hermész, Trismegistus. Semmit sem szerezhet az ember, hanem a mennyből adatott meg neki. János 3.27. És az Isten királysága bennetek van. Lukács 17.21. Semmi sem kívülről érkezik, minden belülről jön, a tudatalattiból. Lehetetlen mást látnod, mint a tudatosságod tartalmát. Világod minden részlete tárgyasul tudatosság. A testet öltött állapotok a tudatalatti benyomásokról tanúskodnak. A benyomás megváltoztatása a kifejeződés megváltoztatását eredményezi. A tudatalatti igaznak fogadja el, amit igaznak hiszel, és mivel a teremtés a tudatalatti benyomások eredménye, te határozod meg a teremtést az érzéseid által. Már az vagy, ami lenni akarsz, és az ebben való hit elutasítása az egyetlen ok, amiért nem látod. Ha kívülről próbálod megkeresni azt, aminek nem érzed magad, akkor hiába keresel, mert sosem azt találjuk meg, amit akarunk, hanem amik vagyunk. Röviden csak azt fejezed ki, és csak azt kapod meg, aminek tudatában vagy. Mert akinek van, annak adatik. Az érzékek bizonyítékainak megtagadása és a vágy beteljesülésének átérzése az út a vágy megvalósításához. A gondolataid és az érzéseid általad történő irányítása a legnagyobb sikered. Azonban, amíg nem érsz el tökéletes önkontrollt a vágyott állapotok megvalósítása érdekében, használd fel az alvást és az ima erejét, hogy a körülmények ellenére azt érezd, amit érezni akarsz. Az alvás és az ima két ajtó a tudatalattiba. Második fejezet. Alvás. Az alvás, mellyel földi életünk egyharmadát töltjük, természetes átjáró a tudatalattiba. Tehát most az alvással foglalkozunk. A földi életünk tudatos kétharmadát az alvásnak szentelt figyelem mértéke határozza meg.
Ha megértjük, mit nyújthat az alvás, olyan örömmel fogunk készülni rá, mintha a szeretőnkkel találkoznánk. Álomban, éjszakai látomásban, amikor mély álomba merül az ember, vagy a fekvő helyén szendereg, akkor ad kijelentést az embernek és intelmeire pecsétettesz. Jób 33:15-16. Alvás és imádkozás közben az ember belép a tudatalattiába, hogy benyomásokat hozzon létre benne, és utasításokat adjon neki. Ezekben az állapotokban a tudatos elme és a tudatalatti teremtő módon egyesülnek. A férfi és a nő egy testté válik. Az alvás az az időszak, amikor a férfi, azaz a tudatos elme elfordul az érzékek világától, hogy megkeresse a szeretőjét, vagyis a tudatalatti énjét. A tudatalatti ellentétben azzal a húsvérasszonnyal, aki összeházasodik a férjével, hogy megváltoztassa, nem kívánja megváltoztatni a tudatos éber elmét, hanem olyannak szereti, amilyen, és hűségesen reprodukálja tartalmát odakinn a forma világában. Életed eseményei és körülményei a gyermekeid, amelyeket a tudatalatti benyomásait formáltak meg alvás közben. Legbensőbb érzéseid képére és hasonlatosságára születtek meg, hogy felfedjék előtted, aki vagy. Miként a mennyben, úgy a földön. Máté 6:10, Lukács 11:2. Miként a tudatalattiban, úgy a földön. Bármi van a tudatodban elalvás előtt, az mércéje annak, ami a földi életed kétharmadában, az ébrenlét óráiban kifejezésre jut. Semmi sem akadályozhat meg a célod megvalósításában, kivéve, ha nem érzed magad annak, aki vagy ami lenni szeretnél. Érezd, hogy már is birtokában vagy annak, amire vágysz. A tudatalatti csak akkor ad formát a vágyadnak, ha azt érzed, hogy kívánságod már teljesült. A tudatalatti normális állapota az alvás öntudatlansága. Mivel minden dolog a bensődből származik, és az önmagadról alkotott elképzelés határozza meg, ami benned van, törekedned kell arra, hogy elalvás előtt mindig átérezd, milyen, amikor beteljesült a vágyad. Sosem azt vetíted ki bensőd mélyéből, amit akarsz, hanem ami vagy, és az vagy, aminek érzed magad, valamint amit másokról érzel igaznak. A megvalósuláshoz a vágyat átitatjuk azzal az érzéssel, hogy már azzá váltunk, vagy már birtokoljuk, amit szeretnénk. Ez úgy történik, hogy előfeltételezzük a beteljesült vágy érzését. Annak az érzésnek, amely a milyen érzés lenne a kívánságom beteljesülése, kérdésre válaszul felmerül. Ezt kell alvás közben elsajátítanod és fogva tartanod a figyelmeddel. Elalvás előtt annak a valakinek vagy valaminek kell a tudatában lenned, akivé válni akarsz, vagy amit birtokolni szeretnél. Elalvás után az embernek nincs szabad választása. Az egész alvását az önmagáról alkotott utolsó éber elképzelése uralja. Ebből következik tehát, hogy mielőtt álomba szenderülne, mindig elő kell feltételeznie a beteljesedés és az elégedettség érzését. Menjünk eléje hálaadással, újongjunk előtte énekszóval. Zsoltárok 95:2. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Zsoltárok 104. Az elalvást megelőző hangulatot határozza meg a tudatállapotodat, amikor látogatást teszel állandó szeretődnél, vagyis amikor belépsz a tudatalattidba. Ő pontosan olyannak lát, ahogyan érzed magad. Ha alváshoz készülödve a sikeres vagyok átérzésével sikertudatosságot előfeltételezel és tartasz fenn, akkor sikeresnek kell lenned. Feküdj hanyat. Érezd át, mintha már birtokában lennél annak, amire vágysz. Közben lazíts csendesen, míg öntudatlanságban nem merülsz. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrzője. Zsoltárok 121:4. Mindazonáltal, akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Zsoltárok 127:2. A tudatalatti soha nem alszik. Az alvás egy ajtó, amelyen az éber tudat átlép, hogy teremtő módon csatlakozzon a tudatalattihoz. Az alvás elrejti a teremtést, az objektív világ pedig felfedi azt. Az alvás közben az ember az önmagáról alkotott elképzelésével gyakorol hatást a tudatalattiára. A tudatos és a tudatalatti elme románcáról gyönyörű leírást olvashatunk Salamon énekében. Ágyamon éjjelente kerestem őt, akit lelkemből szeretek. Megtaláltam őt, s megragadtam. Nem is engedem el, míg be nem vezetem anyám házába, szülőmnek szobájába.
Miközben aludni készülsz, érezd át a megválaszolt kívánság örömét, majd lazíts, és kerülj az öntudatlanság állapotába. A beteljesült vágy az, amit keresel. Éjszaka az ágyadba fekve keresed a beteljesült vágy érzését, hogy magaddal vidd szülődnek szobájába, az alvás állapotába, vagyis a tudatalattidba, amely neked is formát adott, és amely most ennek a vágynak is kifejeződést ad. Ez a módja annak, hogy felfedd a vágyadat a tudatalattinak és elültesd benne. Érezd magad a beteljesült kívánság állapotába. Aztán csendesen aludj el. Minden este elő kell feltételezned azt az érzést, hogy már az vagy, ami lenni szeretnél. Már birtoklod, amire vágysz, és már szemtanúja vagy annak, aminek a megtestesülését látni akarod. Sose tér nyugovóra a csüggedés és az elégedetlenség érzésével. Sose aludj kudarc tudatosságban. A tudatalattid, amelynek természetes állapota az alvás, olyannak lát téged, ami ennek magadat hiszed, és mindegy, hogy a meggyőződésed jó, rossz vagy közömbös. A tudatalattid hűségesen megtestesíti azt. Ahogyan érzel, olyan benyomást teszel rá, és ő a tökéletes szerető, formát ad ezeknek a benyomásoknak és szerelmének gyermekeiként vetíti ki őket. Mindenestől szép vagy én, mátkám, és semmi szeplő nincs benned. Salamon éneke 4:7. Pontosan ilyen szellemi hozzáállást kell tanúsítanod, mielőtt elalszol. Hagyd figyelmen kívül a látszatot, és érezd azt, hogy a dolgok olyanok, amilyenek szeretnéd, hogy legyenek. Mert azt hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Rómaiakhoz 4:17. Az elégedettség érzésének előfeltételezése hívja életre azokat a körülményeket, amelyek tükrözni fogják az elégedettséget. A jelek követnek, sosem megelőznek. Ez bizonyítja, hogy követni fogod annak tudatosságát, ami vagy, nem pedig megelőzöd. Örökkévaló álmodó vagy, aki véges álmokat álmodik. Az álmaid pedig aszerint töltenek formát, hogy előfeltételezed a valóságosságok érzését. Ne korlátozz magad a múltra. Tudván, hogy semmi sem lehetetlen a tudatosságnak, kezdj a múlt tapasztalatain túlmutató állapotokat elképzelni. Bármit, amit az emberi elme el tud képzelni, azt az ember képes megvalósítani. Minden objektív, látható állapot először szubjektív, láthatatlan állapot volt, és te tetted láthatóvá őket azzal, hogy előfeltételezted valóságosságok érzését. A teremtő folyamat menete. Először elképzeled, majd elhiszed az elképzelt állapotot. Mindig a legjobbat képzeld el, és a legjobbra számíts. A világ nem változhat meg addig, amíg nem változtatod meg a róla alkotott elképzelésedet. Ahogy bent, úgy kint. A különböző népek, csak úgy, mint az egyes emberek, olyanok, amilyennek hiszed őket. Nem számít, hogy mi a probléma, hogy hol van és hogy kit érint. Senkit sem kell megváltoztatnod, csak is önmagadat. És nincs semmi ellenfeled, sem segítőd ennek a belső változásnak a megvalósításában. Semmi más nem kell tenned, mint meggyőznöd magad annak a valóságosságáról, aminek a megnyilvánulását szeretnéd látni. Amint sikerül meggyőznöd magad a vágyott állapot valóságosságáról, az eredmények felbukkannak, hogy megerősítsék a tudatalattidba rögzült hiedelmeidet. Ahelyett, hogy egy neked tetsző állapot kifejezését javasolnád valakinek, inkább saját magadat győzd meg arról, hogy az illető már az, ami szeretnéd, hogy legyen. Kívánságod megvalósulása a beteljesedett vágy érzésének előfeltételezésével történik meg. Nem vallhatsz kudarcot, ha csak nem sikerül meggyőznöd magad a beteljesült vágy valóságosságáról. Egy hiedelem megváltozását a kifejeződés megváltozása igazolja. Minden este, amikor aludni készülsz, érezd magad elégedetnek és tökéletesnek, mert szubjektív szeretőd, a tudatalattid mindig az elképzeléseidnek megfelelően formálja az objektív, tárgyasult világot, az elképzeléseidet pedig az érzéseid határozzák meg. A földi életed éber kétharmada mindig megerősíti és tanúsítja a tudatalatti benyomásaidat. A napi tevékenységek és események okozatok, nem pedig okok. A szabad akarat csak is a választás szabadságában nyilvánul meg. Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni.
Józsué 24:15. Szabadságodban áll választani, hogy milyen kedélyállapotban merülsz el, de kedélyállapotod kifejeződése a tudatalatti titka. A tudatalatti csak az ember érzéseink keresztül képes benyomásokat fogadni, és csak a tudatalatti tudja, mi módon ad neki formát és kifejeződést. Az ember cselekedeteit a tudatalatti benyomásai határozzák meg. A szabad akarat illúziója. A cselekvés szabadságában való hite abból fakad, hogy nem ismeri a cselekedeteit előidéző valódi okokat. Az ember szabadnak gondolja magát, mert megfeledkezett a kapocsról, ami összeköti őt az eseményekkel. Az éber ember kénytelen kifejezni a tudatalatti benyomásait. Ha a múltban meggondolatlanul ültetett benyomásokat a tudatalattiába, akkor el kell kezdenie megváltoztatni a gondolatait és az érzéseit, mert csak így fogja megváltoztatni a világát. Egyetlen pillanatot se pazarolj megbánása, mert ha kellemetlen érzésekkel gondolsz a múlt hibáira, azzal visszafertőzöd magad. Hagyd a holtakra, hadd temessék el a halottaikat. Máté 8:22, Lukács 9:60. Fordulj el a külső látszattól és merülj el abban az érzésben, amit a kívánságot teljesülésekor éreznie. Egy állapot átérzése előidézi az állapotot. A világ színpadán játszott szerepedet az önmagadról alkotott elképzelésed határozza meg. Azáltal, hogy átérzed a vágyad beteljesülését és csendesen lazítva álomba szenderülsz, magadra osztasz egy olyan szerepet, amit holnap el kell játszanod a földön, és miközben alszol, gyakorolsz erre a szerepre. A végeredmény elfogadása automatikusan magával vonja a megvalósítás eszközeit. Tisztázzuk, hogy értsd, és hogy ne ronthasd el. Ha alváshoz készülődve nem érzed tudatosan át a vágy beteljesülését, akkor az ébrenléti időszak reakcióinak és érzéseinek összességét viszed a tudatalattidba, és miközben alszol, olyan magatartásra és cselekedetekre leszel utasítva, amelyekkel másnap ezeket fejezed ki. Úgy kelsz fel, hogy szabadnak hiszed magad, és közben nem veszed észre, hogy a nap eseményeit az önmagadról alkotott elképzelés határozta meg, amellyel álomba merültél. Tehát az egyetlen, amiben szabad vagy, az a reakció. Szabadon megválaszthatod, hogyan érzel és reagálsz a nap drámáira. Ám ezek a drámák, tettek, események és körülmények már előre meghatározásra kerültek. Ha csak tudatosan és szándékosan nem határozod meg azt a szellemi hozzáállást, amellyel nyugovóra térsz, akkor tudatalatt azzal fogsz elaludni, amely az aznapi érzelmek és reakciók elegye. Minden reakció benyomást gyakorol a tudatalattira, és ha csak egy ellentétes és erősebb érzéssel nem ellensúlyozod őket, jövőbeli tetteid előidézői lesznek. Az érzéssel áthatott gondolatok teremtő tevékenységek. Használd bölcsen isteni jogodat, a gondolkodás és érzés képessége révén az egész teremtést te uralod. Ébrenléted óráiban kertész vagy, aki magokat vet a kertjében. Ám ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. János 12:24. Az önmagadról alkotott elképzelés, amellyel elalszol, a mag, amelyet tudatalattid földjébe vetsz. Ha az elégedettség és a boldogság érzésével alszol el, az olyan körülményeket és eseményeket kényszerít megjelenésre a világodban, amelyek ezeket a szellemi hozzáállásokat igazolják. Az alvás egy ajtó a mennybe. Amit érzés formájában elültetsz a tudatalattidba, azt állapot, körülmény, cselekedet vagy tárgy formájában jeleníted meg a térben. Tehát aludj a beteljesült kívánság érzésében. Harmadik fejezet. Imádkozás. Az imádkozás, akárcsak az alvás, szintén egy bejárat a tudatalattiba. Te viszont, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, zárd be az ajtót és imádkozz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd. Máté 6:6. Az imádkozás az alvás illúziója, amely csökkenti a külvilág benyomásait és fogékonyabbá teszi az elmét a szuggesztiókra. A helyesen gyakorolt imádkozás közben az elme olyan ellazult és fogékony állapotba kerül, ami hasonlít az elalvás előtti meditatív félálomhoz. Az imádkozás nem könyörgés, hanem felkészülés a vágyott dolog fogadására. Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik néktek. Márk 11:24. Az egyetlen szükséges feltétel az, hogy higgy benne, imád már meghallgatása talált.
Imádra válasz kell érkezzen, ha előfeltételezed, hogy már birtoklod a vágyott tárgyát. Abban a pillanatban, hogy késztényként fogadod el a kívánságod beteljesülését, a tudatalattid megtalálja a megvalósításához szükséges eszközöket. Ahhoz, hogy az imád sikerrel járjon, a beteljesült vágy érzését kell hozzátársítanod. A tökéletesen fegyelmezett ember mindig megvalósult tényként tekinti a kívánságát. Tudja, hogy a tudatosság az egyetlen valóság, és a gondolatok és az érzések a tudatosság számára olyan tények, amik pont ugyanolyan valóságosak, mint a térbeli tárgyak, éppen ezért sosem gerjeszt magában olyan érzéseket, amelyek nem járulnak hozzá a boldogságához. Mert tisztában van vele, hogy az érzések idézik elő a cselekedeteit és életek körülményeit. Másfelől, a fegyelmezetlen embernek nehéz megérteni azt, amit az érzékei megtagadnak, és általában csak azt fogadja el, vagy utasítja el, aminek a megjelenését érzékeli. Az érzékszervi bizonyítékokra való támaszkodás hajlama miatt szükséges az érzékeinket kizárni, mielőtt elkezdünk imádkozni, mielőtt megpróbáljuk átérezni, amit az érzékeink megtagadnak. Amikor nem vagy megfelelő hangulatban, sem tudatállapotban, és magadra akarod erőltetni a megfelelő érzést, akkor minél keményebben próbálkozol, annál inkább képtelen leszel ráhangolódni a kívánságodra. Sosem azt vonzod, amit akarsz, hanem azt, aminek tudatában vagy. Az imádkozás a beteljesült vágyal járó érzés előfeltételezésének művészete. Amikor az érzékeid a kívánságod beteljesülésének hiányát igazolják, akkor minden tudatos erőfeszítésed eme sugalmazás ellensúlyozására hiába való, és csak a sugalmazást erősíted. Ima közben nem kényszeríted a vágyad, hanem átadod magad a vágynak. Amikor az érzés ellentmond a vágyadnak, az érzés fog győzni. Az uralkodó érzés mindig kifejeződésre juttatja önmagát. Az imának erőfeszítés nélkülinek kell lennie. Az erőfeszítés végzetes, ha kényszert alkalmazva próbálsz változtatni azon az elmeállapoton, amelyet az érzékek tagadnak. Ahhoz, hogy sikeresen ráhangolodj a kívánságodra, mint megvalósult tényre, elő kell idézned egy passzív, félálomszerű meditatív állapotot. Ebben a nyugodt állapotban az elme elfordul az objektív világtól, és könnyedén érzékeli a szubjektív valóság állapotát. Ez egy olyan állapot, amelyben tudatos vagy és képes vagy mozgatni, illetve kinyitni a szemeidet, de nem kívánsz így tenni. Ezt a passzív állapotot könnyedén létrehozhatod, ha kényelmesen elhelyezkedsz egy székben vagy az ágyon. Ha az ágyon fekszel, feküdj hanyatt, vízszintesen, hunyd be a szemeidet és képzeld el, hogy álmos vagy. Érezd. Álmos vagyok, nagyon-nagyon álmos. Kis idő múlva bágyadság hatalmasodik el fölötted, és moccanni sem kívánsz. Jól esően, kényelmesen pihensz, és nem akarsz változtatni a testhelyzeten. Amikor eléred a meditáció passzív állapotát, képzeld el, hogy megvalósítottad a vágyadat. Ne a folyamatát, ahogyan megvalósított, hanem magát a végeredményt. Képzeld el képformájában, amit el szeretnél érni az életben. Aztán érezd át, hogy már el is érted. Imáid beteljesüléséhez mindössze a meditatív állapot előidézése és a megvalósult vágy érzése szükséges. Minden, amire szükséged lehet vagy vágyhatsz, már a tiéd. Nincs szükséged segítőre, aki neked adja, mert már a tiéd, itt és most. Hívd életre a vágyaidat azáltal, hogy elképzeled a megvalósulásukat, és megidézed magadban a beteljesült vágy érzését. A végeredmény elfogadásával elkerülöd a kudarc lehetőségét, mivel a végeredmény elfogadása magával vonja a megvalósítás eszközeit. Az ima befejeztével úgy tűnik majd, mintha egy színdarab boldog és sikeres végkifeletét mutatták volna meg, bár azt nem fették fel előtted, hogy hogyan érték el a célt. Azonban, miután szemtanúja voltál a végkifejletnek, nyugodtan és magabiztosan maradsz abban a tudatban, hogy a végeredmény tökéletesen meg van határozva, függetlenül a közbelső eseménysorozattól. Negyedik fejezet. Az érzés. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Zakariás 4:6. Kerülj a vágyott állapot lelkületébe azáltal, hogy előfeltételezed azt az érzést, amit akkor éreznél, ha azzá válnál, aki lenni akarsz. Amikor megragadod a vágyott állapot érzését, megszabadulsz minden erőfeszítéstől, hogy előidézd a kívánt történés bekövetkezését, hisz már minden elvégeztetett. Az ember összes gondolatához határozott érzések társulnak.
Rögzítsd magadban a beteljesült vágyal járó érzést úgy, hogy előfeltételezed azt az érzést, amit akkor éreznél, amikor megkapod a vágyott dolgot, és a vágyad tárgyasítani fogja önmagát. A hit maga az érzés. Legyen néktek a ti hitetek érzésetek szerint. Máté 9.29. Sosem azt vonzod, amit akarsz, hanem ami vagy. Amilyen az ember, úgy lát ő. Mert akinek van, annak adatik és bővelkedik. Akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Máté 13.12. Aminek érzed magad, az vagy, és azt kapod, ami vagy. Tehát öltsd magadra azt az érzést, amit a kívánságod beteljesülésekor éreznél, és a kívánságod beteljesül. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására. Az a gondolkodásmód és szándék uralkodjon bennetek, amely a Krisztus Jézust jellemezte, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette tolvajlásnak, hogy egyenlő Istennel. Filippiek 2:5-6. Az vagy, amit magadról hiszel. Ahelyett, hogy Istenben vagy Jézusban hinnél, inkább hidd, hogy te vagy Isten, vagy Jézus. Aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. János 14.12. Jézus nem találta furcsának, hogy olyasmiket tegyen, amiket Isten is tesz, mert Istennek hitte magát. Én és az Atyám egyek vagyunk. János 10.30. Természetesen, hogy képes vagy annak a személynek a tetteire, akinek hiszed magad. Tehát élj abban az érzésben, hogy az vagy, aki lenni akarsz, és azzá leszel. Ha valaki megbecsüli a tanácsot, amit kapott, és alkalmazza is, azzal a siker valóságát alapozza meg magában. A hangos könyv végéhez értünk. Köszönöm, hogy meghallgattad, és remélem nagyon sokat tanultál. Ha hasznodra vált, írj kommentbe annyit, hogy köszönöm. Neville Goddard többi könyveit is én fogom felolvasni. Ha érdekel, hogyan tudnád megváltoztatni az életed, iratkozz fel a csatornára. Ha meg szeretnéd szerezni a könyvet PDF formátumban, keresd meg Szabó Petrát, a weboldal linkjét megtalálod a leírásban.